Üdvözlöm, kedves barátaim! Újra ismétlődik az idő, ciklikusan jön a november 1, november 2, ami sok-sok embernek egy érzelmi nap, amikor emlékszik, és hálát kifejezi azoknak, akik már nincsenek velük, akik meghaltak, és ez fontos is, fontos jót kívánni, még fontosabb imádkozni értük, mert nem haltak meg. Mi nagyon jól tudjunk veletek, akik ebben a világban él, hogy nem vagyunk ez a test. Hogy a lélek az nem változik sose, ahogy változik a test, bármilyen deformáció, vagy bármi történik, öregedés, a kor hatására változik a test, de a lélek sose változik. És ez egy nagyon fontos tudnunk való. Ez azt jelenti, amikor valaki meghalt, akkor nálunk ez a szokás, hogy mondani, hogy elhagyta a testét. És a legfontosabb pont a lélek, mert pont az az érték. A test az egy ruha, ameddig fiatal és jó működik, és szép, addig valamilyen értéket ideiglenesen tud képviselni, de amúgy utána nem, főleg amikor meghal, akkor gyorsan el akarnak égetni, el akarnak ásni, megszabadulni tőle, mert senki se akarja, hogy otthon maradjon, mert nincs érték. És a Bhagavad Gita 3. fejezetben is azt mondja, hogy Indriyani paranahur, Indriyebya paranmana, manasastu para budhir, yo budhir paratastu sa. Arról szól, hogy az érzékszervek magasabb rendű, mint az anyag. Az elme magasabb rendű, mint az érzékek. Az intelligencia az elme fölött áll, de ő, lélek, minden fölött áll. Ez a legnagyobb érték, ezért vannak törvények is, hogy hogyan egyik testből másikba vándorol az ember, általában halál pillanatban már nem dönti ember, hogy hova megyek és mit csináljak, hanem amit cselekszik ember egész életben, olyan gondolata lesz halál pillanatban, és hozzá megfelelő testbe fog kerülni. Ez egy nagyon fontos, hogy tudjunk, ezért nagyon fontos, és mivel a lélek a lényeg, én a lélek vagyok, ezért vele kell foglalkoznom az életében, mert amennyire lelki tudatban vagyok, ennyire jó lesz a test elhagyása után. Akár azt is, hogy lelki világba megyek. Javasolok, akár az elhunytak után, mert ez is fog működni, de saját érdekükben mindig énekeljünk. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Énekeljünk Hare Krishna, és legyünk boldogok, és ekkor nem fog baj történni velünk. És ezzel segítünk azoknak, akik már nincsenek velünk. Hare Krishna!